Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek, kellemes szerdát kívánok, éppen, hogy elkezdődött a hét, aztán már itt van a közepe, ahogy megígértem, folytatjuk tovább a Planet of Lana-t, a chat meg nem működik, de hát ezen már nem akadunk föl, hogy valami nem működik, nem baj, higgyétek el nekem, amúgy kedves vodnézők, hogy élőbe vagyok, és vannak emberek, akik köszöngetnek ott. Hogy ezt most ti nem látjátok, az egy részletkérdés. De a lényeg az, hogy múlt héten megbeszéltük, hogy befejezzük ezt a kis nagyon cuki, nagyon izgalmas videójátszit, úgyhogy most megpróbáljuk letúrni a hátralévő részét, meglátjuk, hogy sikerül-e. Fixen felvétel, igen, amúgy scriptelt, előre fel van véve a dolog. Én szerintem ez egyébként most nem az én hibám, meg nem a Windows hibája, hanem valami... szerver oldali hiba van a widgetnél, aminek a chatet kéne mutatnia. Igen, Streamlabs, nagyon jó. Oké, mindegy, elvileg a bot működik, adás van, engem hallani, gyönyörűen szép is vagyok, mondjuk körmöt kéne vágni majd, mielőtt elmegyünk a mérkőzésre, mert hogy ma meg Európa Liga döntő van, úgyhogy délután nem vagyok, mert megyek fotbalt nézni, az öreg Mourinho-nak kiszurkolni a kupagyőzelmet, úgyhogy délelőtt csapatjuk ma az adást. Meg amúgy még van dolog, még egy csomó dolgot kéne csinálni, be kell fejezzük ezt a játszit. Ja, így adót kell fizessek. Mi, társasági adót kell befizessek? Valami adót kell befizessek, azt tudom. Jó sok pénzet. Meg mi van? Ja, meg a Forma 1-et elő kell rendelni, mert máig érvényes a pre-order bónusz, úgyhogy az F1 gémet is elő kell rendelni. Annyi dolog van, és ráadásul a Diablo review-k is kijöttek. És elvileg jó, nagyon jó lett a Diablo 4, úgyhogy mikor lesz már péntek? Igazából semmi nem érdekel, már csak diablózhassak már, úgyhogy péntek. Péntek 9:30. Az lehet egy olyan stream lesz, ahonnan nem fogok késni, úgyhogy péntek Diablo. Necroizon. Itt kell lenni, különben kicsúfolunk, aki nem lesz. Talizhatunk ott? Kérdezi Legendary Games. De biztos, hát ha láttok, gyertek oda nyugodtan. Nyugodtan, bátran. Aki ott lesz, az jöjjön, támadjon le. Csak ne csókoljatok meg. Mert akkor zavarba jövök, ahhoz kicsit szégyellős vagyok. Na, miről beszélünk? Arról, hogy indítom a videójátékot. Már megint nem bírtok magatokkal. Nya. Game kapturáció, Planet of Lana. Ott is van, nézd meg, mi ez szép, gyönyörű. Így. Köszönöm szépen Fruzsi, Monkey, Robi Fischer, Kacsuszmami, Nagykó, Ádám és Suvi a feliratkozásokat. A hype vonat pörög. Mondjuk fölmerül bennem a kérdés, hogy egyébként a szabokat látni fogom-e, hogyha így bugolt a chat, akkor lehet, hogy az is bugol. Úgyhogy ha valakinek nem köszöntem meg, nem csak azért van, mert nagyon bunkó vagyok. Az csak így zárójelesen mellé megy. No! Itt a mocsárba hagytuk abba, úgyhogy itt a mocsárba folytatjuk tovább. Mindig a chat a hibás mindenért, erről akadjunk le. Ez így van, ez egy tény. Megmásíthatatlan tény. No! Azt mondja, hogy itt van velünk Lana, és hogy hívtuk? Mucsikukó, ugye? Mucsikukó. Na, megsimizzük ügyesen. Hogyha valaki esetleg lemaradt volna a VOD első részéről, amikor elkezdtük a játékot, egyrészt nézze meg, mert tök cuki. Másrészt meg ugye, hát annyit tudunk, hogy az alienek elrabolták a falunkból a családunkat, barátainkat, népünket, és mi meg találtunk ilyen ősi technológiát. Na, nem akar jönni hajózni, mucsikukó. Gyere már! Gyere, baba! Biztonságos a tutaj. Ugye fél a víztől, a kis mucsikukó. Úgy. Szóval, hogy ugye az izgalmas része az előző VOD végének az volt, hogy megtaláltuk ezeket az alien technológiákat a Földön is, vagy hát itt a saját bolygónkon is. Úgyhogy vannak előjelek, hogy itt volt már robot technológia, csak aztán eltűnt. De hogy ugye láttuk a képet is, hogy utazás az űrbe, úgyhogy kíváncsi vagyok, hova fut ki a dolog. Milyen bátran kiállt a tutaj elejébe, mucsikukó. És most jön egy gigacápa. Aha! Aha!
Aha! Jó, aha, tudod mikor. Aha! A Mucsi Kukónak volt igaza, hogy nem akart felszállni a tutajra, hát hülye vagy? Édes Istenem. Igen, csak azt akarta, hogy vakarjuk meg a hátán. Szépen vagyunk. Ez az! Na, átjöttünk a másik kontinensre. Gyere, Mucsi Kukó! Bár már annyira nem emlékszem az irányításra. Itt el lehet bújni, úgyhogy itt valami lesz. Milyen szép tengerpart! Pálmafák is lesznek. Na, itt van a csontváza az előbbi bálnának, nézd meg. A globális felmelegedés ezt is partra dobta, elég szomorú. Illo! Ne ordibáljad már, hogy illó! Nincs illó. Elvitték. Illo! Ufona utálták, Lana. Mucsi Kukó még a kis vizet is átugorja inkább. Olyan szép ez a játék. Halló? Oké. Okay. Jajaj. Ő most itt észrevesz engem, vagy... Na, várj, na most oda föl kell ugorjak, vagy mi van? Ja nem, itt Mucsi Kukót kell átküldenem. Micsoda! Meg tudjuk Johnny-zni a varacskost, oda néz! Na ezt nem tudtam, hogy erre is jó ez a képességünk, mert ugye ezt nem olyan rég szereztük. De oda nézz a vaddisztó szelidítő Mucsi Kukó, mennyire kemény. Na várjál, az oké, de Mucsi Kukót hogy fogom megmenteni a vaddisznótól? Mert én most ide följövök. A Mucsi Kukót nem fogja bántani a disznó? Elengedte? Elengedte? De nem akarom hipnotizálni, azt akarom, hogy gyere velem. Mi az a Q betű volt? Ez az. Itt már hiába jössz, disznaj. Mama ki? Ugorjál föl, nem látjátok, de ott van a hiddel. Hát már le is engedi nekünk a kötelet. Höp! Azaz. Úgy, né! Azaz. Jó. Szép uka, a good job. Kré, köszönöm szépen a Prime-os feliratkozást. Hűha, újabb falu. És ott mentek az ufona után. Szóval köszi Kré, üdvít köztünk. Nem volt csingilingi. Lehet, hogy a Twitch alert sem működik. Kéti köszi az 5 hónapot, és Tócsa, köszi neked is a 3-at. Szevasztok, szevasztok. Olaj. Gyere, Mucsi. Oké, akkor találtunk egy másik falut is. A szomszédaink. Pamakimuj. Pamakimuj. Kötelet enged le nekem, kicsi. Jelo. Azaz. Volt csingilingi? Akkor csak nem figyeltem. Volt csingilingi, jó van. Na. Na megint robotgépek lesznek. Nyugi. De várjál, valahogy megtudtam Johnny-zni a gépeket, nem? Üdüdüdüdü. Úgy emlékszem, hogy valahogy meg tudtuk Johnny-zni. Hát most lehet, hogy itt észre kell, hogy vegyem, mert nem látom a megoldást, de majd rájövök előbb-utóbb. Igen, valami irányító pultunk volt legutóbb. Ugri, Jar Jar, ugri! Én már pedig ugrottam von! Én már pedig ugrottam von. Ah.
Ugrics el! Jó, jó, nem aggód. Megoldjuk. Ez így! Fogalma sincs, nem tudja, hát teljesen hülye. Hogy veszített szem elől? Várjál, amúgy akkor innen próbálunk megfutni. Látom már, nyugi, látom már. Futi! Azaz. Nem aggód, Zérus halál. Miért bántja a csápokat? Ja, ez megbasz engem? Hát ez... Jó. Oké. Szóval az lelassít. Mi van, ha beleküldöm mucsikukot? Most azt meglőtte. Most lelövi mucsikukot? Aha. Jó, hát akkor megpróbálok ugrani. Vagy lehet, hogy addig kell menni, amíg ott el van foglalva a szkenneli. Állj, elrontott! Bocsi! Korai magömlé... Mármint korai szaladás volt. My bad. Nem tudtam ugrani. Édes Istenem, az szoros volt! Rá tudok ugrani a fejére? Nem kell. Azt hittem, rá kell ugrani a kobakjára. Üdvölet, pajtosok! Jó, mucsikukó, nem tudsz oda felugrani? Dehogy nem. Helyből távolba elég jót menne mucsikukó. Már kezd elterjedni a fertőzés. Jó, hát gondolom át kell tarzanozzak, nem? Már ott visszafele is lehet menni. Ja nem, várjál, ott van fönn egy... Látjátok, ott van fönt egy ilyen aktivátor. Én megpróbálok átugrani, de csak azért, mert nagyon humoros. Nem tudom, ott fölfele is lehetett menni. Na várjál, mucsikukó. Nem tudom oda lentre küldeni? Vagy mucsikukót megeszi a izé? Nem, ő át tudott jönni. Ez megbasz? Oh! Na hát jó, csak kíváncsi voltam így természetügyileg, hogy mi van. És ha mucsikukót beleküldöm ebbe, akkor mi történik? Engest már el! De ne ugorjál bele a csápos tótosba! Pamaki! 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 Imádom, hogy kísérleti nyúlként használom mucsikukót. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy itt mi van, mert... Valamiért lehet erre menni. Csak azt nem tudom beaktiválni. Ja, de várjál, ott be tudok mászni lentre. Jó, hülye vagyok, látom már. Nem láttam, hogy itt be tudok menni. Jó, akkor kell hozni a drónt, és akkor a drónnal kell fölugrani a tetejére, gondolom. Hogy? Benyomjuk a David Gettát. Jaj. Ne, működjél. Igen.
Szervós, igen, és ide kell lerakja. Nem oda. Úgy, nyomod. Úgy. Ottan maradol. Na, ez tök jó, és hogy megyek vissza? Mert hogy nincs kötelem. Igen, ez problémának egy vissza... Várja, nem először... Hű, na várja, lehet, hogy először ezt kell deaktiválni. Mert így nem tudok visszamenni. Várjatok, azt hitte a streamer, hogy okos, de hát nem tudom önmagamat megtagadni. Gitáros lány Trafford Geri, köszi srácok. Csak úgy itt van, hát neki pusztítom, bazeg! Hát dur bele! Ott is van, na ez már világ! Ám! Kapta halt! Fullos! Azt is, bám! Úgy van, adagoljad, ez a beszéd! Innentől kezdve lőni is tudok, hát az UFO-kat is lelőjük majd. Nyugi, szervós a gép, ez az. Ja, és akkor most már elvileg nincsen benne ilyen ocsortány nagy evőke, hanem most már csak lassan sétálok benne. Írtottuk a gazda testet. Ne egyél meg, légy szíves, mert tökre megijednék tőle. Ez az. Gyalú, gratula az egy évhez, nagyon szépen, köszi. Nekem megint nem volt chilling egyébként. Nektek volt chilling? Gyalú egy éves izéjénél? Volt? Nekem nem volt. Már megint hogy? De tegnap a Sims-be meg volt. Most mi történt tegnaphoz képest, amit ő nem hallom a chillinged? Az is lehet, hogy hallom, csak hülye vagyok. Mondjuk valakinél meg nem volt. Hát most süketek vagytok? Chilling nem volt, csak az animáció. Na, a hangra vagyok kíváncsi, hogy hang volt-e hozzá. Remek. Nem volt hang, jó. Na várjál, ez valami nagy térkép egy darabja. Ez magyaráz meg mindent. Ott igen, mert ott volt az a űrvibrátor, és ugye azzal utaztak a bolygók között, azt láttuk. Meg kell találni a többi Secret Shrine-t. Na viszont egy dologra nem gondoltam, gyerekek. Tehát, hogy innen hogy megyünk lefelé? Amúgy sehogy, itt csak a shrine-t kellett összegyűjtenem. Tovább tudok sétálni, mi? Áll! Redior, köszi a giften. Van, akinél meg volt hang. Hát nem vagytok normálisak, mindegyik halucinál a cseten. Mindegy, engedjük el. Ez már most egy ilyen nap, ilyen hét. A játékot halljuk, engem hallunk, ez a lényeg. Meg amúgy is kamusztok. Na! Kész a puzzle! Mehetünk tovább. Most már itt egyre több enemi van. Gyere, mucsi kukó. Azaz. Egyből ugrunk, Tarzan van. Azaz. Ja, de itt a kicsi nem tud átjönni, várja. Te nem tudsz tarzanozni, mucsi kukó? Nem, mi? Na várjál, hozok neked egy fadarabot. Elnézést, ez a félős leugrós hangom volt. Aha. Úgy, de a kötelet húz, aha. Úgy. Jövök, kicsi, nyugi! Jövök. Reméljük nem kapnak el a krokodilusok.
Mi volt ez a csicsad? Olaj. Olaj! Nem úgy olyan cuki, hogy fél a víztől. Jó. Ja, várjál, mert itt se fogsz merni átmenni. Várjál, hozom a tutajodat! Hülye macska. Elvégeztetik itt velünk mindig a piszkos munkát. Szépen vagyunk. Szépen vagyunk, mondhatom. Nézd meg, is ott ül rajta. Ott ül rajta a szárazföldön is. Lusta egy dög vagy, te mucsikukó. Azt kiröhög. Ez az. Na gyere. Olaj. Na most akkor menjél föl oda. Olaj, az dob le nekem a kötelet. Kialó. Kialó. Dobjad már, nézd meg, szivatot, láttátok? Egy kicsit tízelt, hogy nem dobja le. Na gyere. Ajaj. Ott vannak? Éljenek! Támadás, mucsikukó! Lézerszem! Küldjed a lézersugarat! Hűte! Gyerünk, mucsikukó! Tempót megyünk, tempót megyünk! Babaki! Babakuki! Hű, várjál, mucsikukó, hát ott a következő. Ej, gyere, mucsikukó! Szaladj! Jó. Édes Istenem. Na várjál, mucsikukó, hogy meg kell Johnny-znia. Hűtse, hűtse, hűtse! Elfelejtettem legugolni. Oké. Okay. Oké. Okay. Minden világos. Do not worry, do not worry. Mucsikukó, menjél hipnotizálni. Úgy. Azt a varacskost állítsad rá. Hát amúgy azért kéne ráállítani a varacskosat, de hát meg fog engem enni. Azt odaállítod. Jó, mucsi, mucsi kukó, ott maradjál, mucsi kukó, várjál. Nem, nem így, ne, édes Istenem, hogy rohadjam. Na, mucsi kukó. De amúgy a fönti mit csinál? Mert ott fönn is van egy. De annyira rossz az irányítás. Annyira rossz az irányítás. Nem tudom oda küldeni mucsikukót egyből. Gyere! Azt nagyon nem szeretem egy puzzle játékba, amikor amúgy tudom, hogy mit akarok csinálni, de a játék így úgy dönt, hogy nem csinálhatom azt. Mindegy, nem így fogjuk csinálni. Amúgy. Hanem eszembe jutott egy fokkal brutálisabb megoldás. Csak nem tudom, hogy ez így működik-e, de ha működik, akkor sírni fogok a röhögéstől. Azaz. Veszély! Ez az! Nagyon jó. Jaj, de hülye állat vagyok, bazzeg, nem figyeltem. Na most volt chilling, most hallottam. White Links, köszi a Prime-od!
Júj, gyere, Mucsi! Pamaki, jó. Na, így jó lesz. Ez az. És akkor most a drónnal fogjuk megcsinálni az utolsó. Ha minden igaz. Úgy. Ez az. Az enyém vagy! Igen, csak Mucsi kukót meg át kell küldjem a... Az a baj, hogy Mucsi kukót innen föntről nem tudom átküldeni a másikra. Jéj! Prutenau Ferenc! Köszi neked is a Prime-ot! Üdvüdv! A Mucsi kukót át kéne küldjem lent a másik üzére. De miért nem tudom kommandolni? Ja, de hülye vagyok, hát most... Ja, de ezt meg nem tudom így irányítani. Várjál, az, ami ül, az melyik? Lenni ostoba, nem aggód, nézők, nem aggód. Az a baj, hogy Mucsi kukót csak lentről tudom irányítani. Jó, mehet a backseat, mert nincs ötletem. Mucsi kukóval nem tudom a drónt irányítani, tehát őt nem hozhatom föl. De a drón csak onnan tudom levinni. Ja, várjál, Mucsi kukót fölhívom. Várjál meg, Mucsi kukót fölhívom a droid helyére. Az lesz az, jó, hülye vagyok, megvan. Az lesz az, ugye? Igen, macsek. Jó, 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 köszi. Pamaki. De ne a drón tetejére ülj, te nagyon hülye! Olaj. De várjál, így, hogy itt a drón, nem tudom Mucsi kukót. Pamaki. Várjál, így. Ez az. Jó, sikerül. Úgy. Mindig, amikor segítséget kérek a chattől, akkor rájövök amúgy. Úgy kéne, hogy egyből az elején megkérdezlek titeket, mert akkor egyből eszembe jutna. Egy pillanat. A Discord szerver is le van fagyva. Majd bannolunk utólag. Na. Ez az. Várjál, kell a cickány. Igen, ott kitéped a szemét. Ez az. Köszi. Olaj. Olaj. Hüü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 
Ügyes vagy. Jaj, nem megint barlang. Nem baj, a barlangba sztori is van. Köszi Tihula 20 hónapot, ciao. Robotot hallok. De ugorjál már le, te nagyon hülye. Hát a mucsi kukó, mennyi. Ki kell húzni, nem? Mi az ilyen félős? Ja, ez a víz, vízélő, aha. Na várjál, mi történik, ha leengedem a vizet? Ja, ott én tovább tudok úszni. Thank you.
Igen, itt lehet, hogy föl kéne menjek amúgy. Visszaengedni a vizet és fölmenni. Vagy? Nem, mert itt ki tudok mászni. Szedd a lábad, kicsi! Jó. Nem, hát a vizet azért kéne fölengedjem, hogy Mucsi Kukó tudjon jönni, de Mucsi Kukó magától nem fog tudni átjönni, ugye? Mert megöleti magát. Igen, tehát az a baj, hogy hoznom kell Mucsi Kukót. Hiába tudok átjönni alul, mert a cickányhoz nincsen fa. Minden. Ja, de várja, nem fog tudni kijönni, mert ott víz van. Ja, ott van fönn a fa. Hülye vagyok, látom, jó. Most nem fulladok meg éppen, ugye? De. Jó, de hát félig kim volt a feje. Amúgy a drónt kéne megfürdetni. Jó, mindegy, most már tudom, mit akarok csinálni. A sokat segít. Ő nem jó! Meg. Lesz elég magas a víz? Nem. Igen jó! Na várja, nem elég magas a vízszín. Akkor ki kell mászni és körbe kell jöjjek. Oké. Jó, akkor ez volt az értelme. Most itt jó sok időt elcsesztem. Ajjaj, ez necces lesz. De miért kell hagyjál békét a patkány testű? Nyugi, megoldottam. Nyugi, no, don't never fos. Azaz, nagyon jó. Igen, amúgy ez megint egyszerűbb volt, mint ahogy gondoltam, mert simán el kellett volna jöjjek a végéig. Nyalítom. Na várjál, ezt hogy fogom beletolni? Ja, az ott megáll. Ez, hogyha a vizet lejjebb engedem, akkor több ideig marad lenn. Ez a minimum. Elvileg talán lesz időm le dobni azt a fát. Ráeshetne mondjuk a drónnak a fejére. Nem áll! Nem áll! De és miért kell ilyen... Azt hittem, hogy ráesik. De tök logikus lett volna, hogy ráesik. A drónnak nem tűnik föl, hogy ott így fa, meg ilyenek, mi? Na és most Mucsi Kukó rá tud ugrani onnan a fára, vagy vissza kell hadonásszam? Mindenesetre át tudom vinni a fán, szóval... Na de várjál, milyen magas vízszint kell, hogy kiugorjak? Na, inkább visszaviszem a vizet. Jaj, de várja, mit akarok csinálni?
Hogy viszem vissza a fát? Ja, úgy viszem vissza a fát, hogy vissza kell ugorjak. De várja, nem, mert a vízszint a stabilan fog maradni. Jaj, na várjál, már fáj a fejem. Az a baj, nem tudom, mennyi hely van ott Mucsikukónak. Most megnézem. Nem, azt a fát, azt vissza kell vigyem mindenképp. Csak hogy fogunk kimászni róla? Mert hogyha a Mucsikukót ráhívom a fára, akkor nem tudjuk befolyásolni a... Értitek a problémámat, vagy nem? Ja nem, várja, oda viszem a fát. De nem, az nem. Hű, ez... Még mindig nem tudom, hogy hogy... Hát a... jó, de ha lent végig tolom a fát, hogy mászunk ki a végén? Vagy ott ki fogunk tudni mászni? Nem emlékszem, milyen magas a perem a végén. Hát most csak ezt tudom csinálni. Most itt, és itt most így ki tudok mászni? Hát, vagy nem tudok kimászni. De ki tudok. Jó. Oké. Okay. Speedrun amúgy. Gyorsak és határozottak vagyunk, mint mindig. Jó. Olai. Gyere, Mucsikukó. Kezd elromlani az idő, ahogy nézem. Aha. Mi ez? Nem tűnt föl a távolból? Jézusom! Ott vannak a droidikák! Nagy gubi halacs, szörny gubi! Jó. Hát ők mentek a dolgukra, érted? Tök oké. Nagyon jó a zene ebbe a játékban. Hello. Hello. Köszi Tados a 3 hónapot. Nagyon szépen köszönöm neked is. Veszti voltál? Nem voltál veszti. Köszi neked is a 46-ot. Meg tyáp, tyáp, tyáp. Neked is. Olaj. Olaj. Ez megint valami falu. Falu kezdeményecske. Ahol vagyunk. Höp. Oké, okay, azt be kell törni lefelé. A nagy seggeddel, Lana. Épp volt. Meg iránk esteledett, pedig olyan szép volt az idő. Vagy csak jön a vihar. Csanszos. Mi van, Mucsi? Adj, ugorjál ügyesen. Ugyan, nagyon bezúmolt a kamera. Ez az. Na. Megjönnek a muzsikus droidok. Jó, el kell jussak az irányítóhoz. Ugri, ugri. Mászi, ugri.
Úgy meg kellett volna csináljam, de most már nem lesz jó, vissza! Vissza, Bucsi Kukó, vissza! Ez az, nyugalom, nem aggód, nem aggód, Chat, nem aggód. Itt észrevesz a szélén. Hű, ez egy hülye ötlet volt, Bucsi Kukó, nézd meg, Bucsi Kukó ráugrott a fejére, menj már! Ott van a fején! Ott van a fején! Édes Istenem! Azaz, nyomod, nyomod, Jar Jar, úgy! Boss. Oda né... Ott nyom... Jaj, vigyá, oda csap! Ja, rosszul csin... Nyugi, nyugi. Bucsi... Mindjárt szétszom az egész robotot véletlenül. Nem tudom, hova akarok menni. Itt van egy... Igen? Jó, de hogy jutok oda föl? Aha, ilyen magasra nem tudok menni. Ja, várja, ott tovább tudok menni, simán hülye vagyok. Hát ez hogy ráugrott a fejére? Ez valami 10 per 10. Bucsi Kukó a legnagyobb király. Gyere, cuki! Olaj. Cső, Geri, köszi az 51-en! Kialom új. Olaj. Az az. Mi ez a pókháló? Ne, nem kell banyapók. Baj lesz. Jó, azt hittem ez egy barlang, de... Vagy ez egy giga barlang? Nem érzek jót a testemben most, így ebben a pillanatban éppen. Háló? Igen? Most mi van? Hát ugrottam egy seggest, abban most mi van? Na, amúgy az elefánt temetőbe jöttünk, igen. Bucsi Kukó nem tudja, de ide szerint... Nem egy jó ötlet! Most Mucsi, tehát valahogy itt kéne tart. Bocsánat, az első sokkon túl vagyok. Valahogy ott kéne tartani, hogy gondolom a fején átmásszunk. De hogy Mucsi Kukó nem tud idejönni. Hát most azon gondolkozom, hogyha fölrakom Mucsi Kukót, akkor ott észreveszi-e. Jézus, atya, úristen, a szar is megfagyott bennem, bocsánat. De milyen moonwalkot nyomott vissza az éjjébe? Hello?
Hello? Igen, azért lehetett sejteni, hogy itt lesz valami. Mucsi, vigyázz, kú! Nyomod, nyomod, Mucsi, kukó, nem eszel meg, nem eszel meg, nem eszel meg, fog enni, hozz meg! Nem, jó. Ő te! Ez az nagyon jó. Ügyes volt, Mucsi kukó. Just beat it. Teljesen becsinázta a gigapókot. Gyere, Mucsi! El is altatta, nézd meg. A Mucsi kukó a legnagyobb Jedi. Becsicskította a banyapókot. Hű, ez az. Értitek, amit mondok, ugye? Na, jó van akkor. Mucsi kukó szit nagy úr. És abból mindig kettő van. Egy mester és egy tanítvány. Hova mész, Mucsi? Előre szalad. Cillaga. Nagyon szép. Ott a Giga David Guetta. Az EDM AI. Ila? Utoljára a Death Strandingbe találták el ennyire a zenét. Remélem a Summer Game Festen izé látunk Death Stranding 2-t majd. 8-án. Amúgy lehet, hogy olajfúró tornyok. Ugyanaz komponálta a játékot, mint a Last Guardian-t. Oh, köszi Hirx az infót. De miért ez japán a Last Guardian-nek nem japán a zeneszerzője?
Hogy ez egy japán játék? Amúgy. Vagy prekoncepcióim vannak, és egyébként ez rasszista. Nem tudom, az is lehet, de úgy emléksz. De nem, hát a Last Guardian az japán játék. Tényleg ott van egy olajfúró torony. Ilo! Ilo, az. Takeshi Furukawa. Nem japán játék, de a kompózer látott egy képet, és azt mondta, hogy neki ez kell. Ja! Aha, tehát külsősként a zeneszerző csatlakozott a játékhoz, az menő. Takeshi Furukawa, köszönöm. Igyekszem megjegyezni. Nyomjad! Ajjaj. Amúgy nagyon jól le van animálva a mozgása ennek a pókrobotnak. Az ő maga az animáció zseni? Ugorj már föl! Hogy? How the fuck? Nem, kicsit túl előre mentem. Nem mondanám az év indie játékának, bár lehet, hogy fog kapni díjakat. A gameplay annyira nem tetszik, mint egy csomó más indie játéknál, amiket láttunk idén. De művészileg abszolút kiemelkedő. Néztem végig pont a Halál hullám első részét Nessel csatornádon, fantasztikus volt a történet. Ha lesz második rész, azt is végigviszed vagy? Na, hát nekem a Death Stranding az egyik kedvenc játékom lett ever, úgyhogy... Tuti. Így is csomószor eszembe jutott, hogy elővegyük a Game of the Year Edition-t és végigvigyük még egyszer, csak... Annyira nem akarok ismételni, ami már fönn van a csatornán, azt nem akarom még egyszer streambe végigjátszani, amikor annyi minden más van, amit kéne. Most már például a South Park játékokat végig kéne vigyük. Mert ugyan végigvittük őket, de így nincs fönt sehol a teljes. Egyik se, azt hiszem a kettőből. Aztán tavaly Pisti meghozta a kedvemet. Úgyhogy azt már illene. Úgyhogy azt majd megejtsük valamikor. Csak az a baj, hogy most jön az E3, egy csomó játékot be fognak jelenteni, de el kell dönteni, hogy mit hagyunk ki. Ja, tudom, hogy van Director's Cut, igen. A haveromnál már végigvittük a Director's Cut contentet. E3. Jó, akkor is E3-nak fogom hívni, hiába nem E3. Na, ott egy lift, azt kell lehozni valahogy, I guess. Na. Ennyi súlyunk van. Ja, várjál, ott van egy Johnny. Ja, aha. Mucsi kukót kéne ráküldeni, mi? De nem, magamat kéne ráküldeni, és Mucsi kukót itt hagyni. Igen. Ez az. Jaj, nem. Vagy ja, várja, vissza is kell húzni, vagy föl tudom küldeni a liftet? Nem működik, akkor várjatok, vissza is kell húzni. Vagy... Pamaki. Hm.
így vissza fog jönni magától? Nem. Kielo? Várja, akkor Mucsikukót itt kell hagyni. És akkor nekem kell ráállni. Na most miért nem tudom? Amúgy. Mucsikukót hívni kellett volna időbe. Gyere, kicsi. Majdnem itt hagytam. Mi van, ha itt hagyom? Biztos nem enged tovább menni. Jó, ez a sivatagos rész, amúgy tetszik ez is. Jó, megint le kell hívni a liftet. Ez jó volt. Édes Istenem! Csattant! Hát Neon, volt csattanás! Vonalakat a menzáról lopom! Pamaki! Kielo! Kielo! Hadd már el, te nagy... Kielo? Ne nyomd meg! Jó? Na, ott még te hiányoztál nekem. Aha. Kielo, amúgy. Pama, ki? Ne, Pama, ne. Ki, múj. Úgy, Pama, ki, múj. De át tudom küldeni a izéhez? Nem, várja, nekem kell fölmenni. Pama, ki? De most is milyen jó a zene amúgy a háttérben, csak nem annyira figyelünk rá. Na hát ezt időben nem így kell indítani. Hát korábban kell indítsam. Bocsánat, csak félek, hogy elrontom. Amúgy fönn is maradhatnék, nem lát el idáig talán. Fuss, te hülye, fuss! Jó, előbb kell elindítani a liftet. Ja, nem nézel addig, igen, csak balfasz vagyok. Pamaki. Kielo, múj. Kielo? 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 Kielo, múj. Nyomd már meg, te nyomorult! Kielo. Alaj. Jaj, de várjál. Nem, menjél vissza. Pamaki. Nyamucsikukót. Nyamucsikukónak majd lent kell átjönni, jó, látom. De nem, mert Mucsikukónak meg kell nyomni fönn a gombot. Vagy én megnyomom gyorsan fönn a gombot. Megint későn. Na, félek, hogy észrevesz fönn. Kielo. Ah. Olaj. Gyere, de lent, gyere. Lent, 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 te hülye, lent. Gyere, kicsi. Gyere, kicsi nyomod! Gyere, kicsi nyomod! Azaz. Ott, azt kipörögte. Mindig kapom az értesítést nyilván a banktól, hogy mennyibe került épp a bevásárlás. Azért rosszul vagyok. Tudom, teljesen indokolatlan téma megnyitás, de passz meg.
amikor mindig rájön, amúgy lesz egy controversial kijelentésem, vagy nem tudom, hogy controversial-e. Én nem tudom ki, hogy él amúgy. Hát nyilván mindenkinek más a munkája, de én, hála Istennek, nektek köszönhetően én jól élek. Én sok pénzt keresek, nektek köszönhetően. De így jön az értesítés, hogy mennyibe került a bevásárlás, és így mindig az jut eszembe, hogy más emberek hogy a faszba élnek meg? Tehát, hogy így baszd meg, annyiba kerül a kaja, elmebeteg. Pokoli. És most lehet, hogy ez rosszul veszi ki magát, de értsétek jól, amire gondolok. És ez csak a kaja, igen. Tehát én nem veszek semmi fasságot, mert itt ülök egész nap. Hogy mi a fasz? Így baszeg. Jézusom. Na mindegy, bocsánat, ez így nem tudom, hogy jött, csak most jött az értesítés, hogy én. Szörnyű, úgyhogy kitartás mindenkinek. Szörnyű. Reha, köszönöm szépen a feliratkozást, és bajekek, köszi neked is a giftet. Nagyon szépen köszi, srácom. De ez hozzátesz amúgy ahhoz, hogy tudjam értékelni nagyon így az ötös szám gifteket, meg a feliratkozást, még akkor is, hogyha... Szóval, édes is... Na mindegy, sokat segít, hogy az ember földhöz ragadt maradjon. Na hát a tanárokról ne beszéljünk. Nekem anyukám tanár, tudjátok, úgyhogy nekem nem kell mondani. Na nem akartam elrontani a hangulatot, bocsánat, csak... Na mindenki azt gondolja, hogy az influencerek fürdenek a dollárjaikba. Ez nincs jobb dolguk, de hát bazd meg. Szörnyű. Mit akarok csinálni? Pénzt! Pénzt akarok csinálni, igen, Messzáj. De azt ott miért nyitom ki? Azért nyitom ki, hogy lezárjam oda a drónt. Miért nyitom azt ki? Ja, hogy elbújjak oda? Azért nyitom? Ja, most ezt nem azért mondtam, igen, ezért nem beszélünk se a pénzről, ha az ember pénzről beszél, mindig jön ki. Covidovix, köszi a csírt, hirtelen ennyit tudok segíteni a számlára. Nem, tehát azért kezdtem. De ez a kontrovör, ha azt mondom, hogy én jól élek, akkor nagyképű vagyok, meg beképzelt, vagy nem tudom. Ha meg az átlagember szintjén próbálom mondani, hogy nehéz megélni, akkor meg ez van, hogy szóval nem ezért mondtam, csak így sokkolt, hogy... Nem lehet jól kijönni ebből sehogy. Az a jó PR, jegyezzétek meg, semmiről nem szabad beszélni, aminek súlya van. Nem szabad véleményed legyen semmiről, mindent el kell izélni, és akkor tuti vagy, akkor fullos vagy. Jó, úgyhogy... Szerintem sokba is kerülnek a dolgok, és nem is. A tanárok jó pénzt kapnak is, de nem is. És donéte is, de ne is. Így. Köszönöm szépen. Ja, hát nyilván Miucsi egyébként azóta, nyilván mikor gyereke lesz az embernek, akkor az így triplázza a kiadásokat gyakorlatilag. Menj már, te szar! Jó, nyugi, jók vagyunk. Ne törődj a károgókkal. Ja nem, nem szoktak így károgni amúgy. Így mindig mentegetem magamat, hogy milyen megosztó leszek most ezekkel a kijelentésekkel, de amúgy általában mindenki tök jól érti, hogy miről beszélek. Meg szerintem az, hogy drága a kaja, az így mindenkit érint. Hát, hogy az így... Igazából ilyenkor arra gondolok, hogy nem akarok panaszkodni, se nem flexelni, értitek? Ilyenkor mindig az van bennem, hogy nyilván az ember próbál mindenkinek a helyzetébe belegondolni, és úgy próbálok én is mindig témákról beszélni, hogy normálisan, hogy ne az jöjjön le, hogy... Na mindegy, értitek. Szóval panaszkodni nem akarok, mert én ne panaszkodjak, mert én bazd meg luxusba élek ahhoz képest, ahogy az ország egy nagy része meg tud élni. Nem akarok panaszkodni.
De hát azért, meg, hát így kurva drága a kaja, hát most tök mindegy, mennyi pénzed van, drága. Tolna. Ezért nem kezdek-e beszélni soha semmiről, mert mindig túlbeszélek mindent. Most hogy kéne fölszopkodjam ezt? Hát szopkodd már föl a... Ja. Gyere ide! Úgy. Takarodjál oda le! Ez az. Ne! Rossz gombot nyomtam. Nyisd ki. Zárd be. Ne! Úgy, igen. Ne zárd be! Jó. Mucsi kukó. Ez az. Hát most azt hittem, hogy megoldottam, de amúgy nem. Ezen föl tudok ugrani? Aha. Alaj. Ez az. Menjél föl. Ja, várjatok, mert ott... oda? Látszik? Ja, nem látszik, bocsánat. Úgy. Köszi, kicsi! Köszi Richmond és Dimuni a 100 és a 69 csírt. Köszi srácok. The suffering from success. Ez a mai témánk. Na most még kitértetek a kaja érzékenységre, azóta se voltam ételallergia vizsgálaton. És még vért adni is el kell menjek, mert azt is megígértem. Csak előbb meg akarom csinálni a rohadt ételallergiát, hogy mielőtt vért adok. Bár amúgy nincs feltétlen összefüggés a kettő között semmi, tehát ez amúgy csak kifogás, hogy egy patkány vagyok. De még idén mind a kettőt meg fogom csinálni. Nessai, kb. Mennyivel kevesebb pénz jön be, ha valaki YouTube prémiummal nézi a vodot? Ezt így nem lehet megállítani, megállapítani, tök jó a prémium bevétel, nem? Na látjátok, ezért nem. Ne aggódjatok az én bevételeim miatt. Én jól élek, túl jól. Rengeteg a pénz, végtelen a pénz. Nem, ezért nem menjünk bele, nem ez volt a lényeg. Ne kezdjetek el ilyenen izélni. Nekem plenty of pénz, a fülem mögött is pénz van. Gazdag vagy, tele vagyok fukszal, oda néz, aranyórám van. Nem ezért hoztam föl a témát. Ha tudnátok, hogy mennyi van, akkor nem csírelnétek. De ha nem csírelnétek, nem lenne ennyi. Látjátok? A paradoxon. Holnapi borsz címlap, mehet. Mehet. Ha arról van szó, hogy rengeteg pénzem van, mehet. Rengeteg van. Nem győzök flexelni vele. A Lambó nem tankolja meg önmagát. Na most mit csináljak ezzel a gigantikus... Hát most ez engem el fog fújni, vagy ledarál. Márja, ott van len... Most át tudok menni? Ja, várja, Mucsi kukót ledarálta? De miért darálta le Mucsi kukót? Nav, hello there. Tudom, hogy vicceltek, de ezt már mondtam nektek. Én nem tudnék úgy élni, hogy nem fizetek rendesen adót, és azon kellene aggódnom, hogy Mikor, én úgy nem tudnék aludni.
De van, aki szeret johnizni, meg így azt mondja, hogy már pedig én trükközni fogok, az állam ne kapja meg az én pénzemet. Én nem tudnék úgy lefeküdni. Én ez gyáva vagyok. Ja, Mucsi kukót visszarántja, izé, látom. Persze, kajára van pénzed, de arra nincs, hogy a stream elején látszódjon a chat. Na jó, beszéljünk bármi másról. Pamaki? Zárjuk le a témát. A kaja csak a szegényeknek drága, a Nessai-nak rengeteg pénze van, ne donételjetek. Pont. Igen, átmegyek. Igen. Na, még az hiányzott tényleg, hogy a kutászdroid is jöjjön. Vigyázz, kicsi! Jó, most akkor le... Na most minek át... Milyen valami áramot lekapcsoltam. De mit kapcsoltam le? A padlót? Igen, amúgy. Stop being poor. Ez a... Na jó. Az a baj, most már átmémeltünk a másik oldalra. Tudjátok, mi a megoldás, ha nincs pénzetek? Legyen pénzetek! Elnézést. Befejeztük. Hogy jött föl a pénz téma? Ja, izé a kaja értesítés. Jó. Na, várjatok, akkor... Igen. Azaz. Jó, és ma... Beránt az ipari ventilátor! Nyugi. Nyugi, túl vagyok bolond. Ez az. És akkor most Mucsi kukót föl kéne rakni a tetejére. Pamaki? Pamaki. Aha! Na várjál, ott... Mucsi kukó nem tud eléggé kapaszkodni. Pamaki, múj! Na vigyázni kell, mert lefújja a tetejéről. A játék zenéjét egyébként a Hungarian Studio Orchestra zenélte el. Váó, hírc, köszi az infón. Koncertmester Bújtor Balázs volt. Te menő. Nagyon menő. De ne! Ott direkt fölvittem a tet... Ó, oh, basszeg. Ja, várjál, de alul kell vigyem. Hát kinyitottam a shortcutot, de hülye vagyok. Hát nem fönt kell vigyem. Jaj, csak olyan lassan megy ez a... Szá! Jó, jó, mindegy, ott kell menni, most már jó irányba mentem. Pamaki! Menj, kicsi! Jó. Ez az. Na várja, és itt azt meg kell nyomni. Azt meg el kell rágni.
Amúgy ez rohadtul tetszik ez a rész, hogy itt mucsikukot kell hintáztatni. Ez tök jó. Jó. És akkor most jövök én. Na, köszi, Dorci. Ez az. Pont nem láttátok, mindegy. Olaj. Most már itt vagyunk, látjátok. Ilo! Hát ott viszik Ilót, már átvitték a bolygó másik oldalára. Jó, van egy likunk. Jó, el tudom csalni a pókot. De én hogy jutok át? Ja, én át tudok menni. Aha. Na és a pók át tud rajtam szaladni úgy, hogy nem vesz észre? Na és hogy hozom már pucsikukot? Na ez eddig oké, de pucsikukot nem tudtam áthozni. Gondolom itt nem enged így tovább. Ja, de még visszamehetek érte. Lépegetőgenyó! Nem, itt szerintem mucsikukót már hoznom kéne magammal. Na várjál is, ha... beleszalad. Ha valaki mehet a backseat, ha valaki tudja. Hogy kéne ezt csináljam? De hát amúgy simán is át tudok futni. Hogy állítsa meg a fűbe mucsikukot. Aha. Hát nem tudom, hogy meg tudom-e állítani távol. Jó. Értelek benneteket, értelek. Csinálni. Mert nem tudom leültetni. Nem jó. Ja, a másodikban megállítom, amikor utánam nyúlkál a sziklánál, jó? Rá, megértettem. Annyira amúgy nem bonyolult, csak baltasz vagyok.
Azért az irányítása nem jó a játéknak, nem véletlen írta, hogy kontrollerrel kell. Most már tudom, mit akarok csinálni, csak nem megy. Siker. Ezt nem kellett volna megjolózni, Bucsi! Aha, el kell csalni. Túl egyszerű lett volna. Tudom elcsalni. Az így azért elég necces. Nyugalom, biztos, hogy megtanulta a lézertámadást. Mui! Imaki! Nyugi, Mucsikukó tudja. Biztos, hogy lelézerezte. Én a játék első 10 percében megmondtam, hogy megtanulja. Mondjuk elég könnyűszerrel itt hagyni. Milyen rég peteltük meg amúgy. Elvitte a háttérben a kosaras? Nem láttam. Elvitte? Na, a homokvihar. Pont nem láttam, hogy ott vitték. Na most már Mucsikukót is meg kell mentsük. Nem szeretem a homokot. Tényleg szép. Gyerünk, Lana! Kemény vagy! Mui! Mui! Hilo! Mui! Hoppa! És a játék vége a Mennyországban játszódik. Nem, megint visszaemlékezés az elejére. Lana! Hilo! Mucsikukó! Miért lett Mucsikukó a neve? Hilo! Ez ilyen Marco Polo. Mui amúgy a neve? Nem Mui a neve, csak így rövidíti a Mucsikukót.
Mi tudjuk, hogy a teljes neve Mucsi Kukó. Csak Mújnak rövidítik. Na! Micsoda kis sivatagi bázison ébredtünk. Megmentett minket valaki. Mucsi Kukó Zoltán a teljes neve, így van. Lanának meg Kovács Lanabel. Én vagyok. Halló? Micsoda kis oázis. Valaki megmentett minket. Ott van hátul a gigantikus kábelszörnyezet. Most találkozunk Obi-Wannal. Ott van Kenobi mester. Jó napot! Micsoda staffja van az öregnek. Tiáj. Tiáj. Ana. Lana. Lana. Ráquen. Ráhelnek hívják. Ráquen. Ráhel. Szia, Ráhel. Nem egy szerencsés név feltétlenül, de... Lana. Pamaomena. Múj. Múj, oda akarok menni a repülő cickókhoz. Tilaj, Lana. Olaj, Rákuen. Menjek utánad? Ez a tempó, amit megyünk? Kettesbe tolt föl. Micsoda az öreg varázslónak, milyen sátra van, nézd meg. Ne tessen sietni, csókolom Obi-Wanba! Aha. Ott vannak. Ott a zene. ACC. A... kukac. Azzal kell hívni a droidikákat. Itt mindenkinek volt Mucsi Kukója. Nézzétek a fotót. Minden gyereknek volt Mucsi Kukója. Aha. Á, kuka... Ja, jó, hát ezt nem jegyzem meg. Táti, 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 táti. Ott vannak a zenék, amivel működtethetőek a robotgépen. Japánul a paradicsomot bibliai értelemben jelenti a neve. Aha. Na! Ott kell lejátszani a... Na most komponálunk egy David Guetta számon. Aha. Működik a fogad. Te is megbuktál szolfésból, Nessa, üdv a klubba. Rohadjatok meg. Na, ott mindjárt aktiválom is. Figyeljél ide. Aha. Na várjál, most a Mucsi Kukó számot kell lejátszanom, vagy a... fütykös? Jó, ezt inkább nem mondom. Hát de most azt nem mondd, hogy ezt fő kell jegyzeteljem. Beütöttem a kódot. De most ezt komolyan meg kéne jegyeznem, amúgy.
Na most hát ti se várhatjátok el, hogy ezt megjegyezzem, és még át is tudjam őket fordítani. Csak azt nem értem, hogy miért változik. Lehet, hogy egyen kell beütni az összesen. De hát csak nem. Na várjál már. Ez a számítógép itt számít? Ez a kicsi? Nem, nyugi, megoldom. Jó, én látom, ott mutatja, hogy a kukac az pont-pont veszőcske. És akkor itt van, hogy... Hú, jó, kell az A betű, meg... A betű az a... pont veszőcske pont. Pont veszőcske pont. Vesző-vesző pont. Vesző-vesző pont. Pont veszőcske pont. Pont-pont veszőcske. Ja, és akkor ezeket kell itt egymás után rakni? Hát ezt megjegyzem. Hát persze. Hát megjegyzem. Azt mondja, pont veszőcske, pont. Pont veszőcske, pont. Az meg a... veszőcske, veszőcske, pont. Veszőcske, veszőcske, pont. Ahogy, ez is az. Ez megint a pont veszőcske pont. És az utolsó meg a kukac, az meg a pont-pont veszőcske. Ott van, kész! Beütő, ez az. Mehet! Mehet, megoldottam. Tényleg megoldottam? Tényleg meg. Hát 200 IQ. Nem kell screenshotolni, mindent tudok. Hát muzsikus vagyok. Ott is van. Ott fölé lett a teklős békarobot. Ja, hogy azon fogok tevegelni. Hát persze. Etesd meg egy kis... nitráttal. Azt most kiderül, hogy veszett rakéták vannak a hátában, azt lebombáz mindent. Wow! Hát ez a Star Wars 10-nek a trélere. Nincs beceneven válság van, Richmond, Dimuni, Covidovix, Reha és Bejek official, még egyszer Bejeke, bocsi, köszönöm szépen, srácok! Irány a tevegelés! Gáz! Nyomod! Tö-tö-tö! Csíhá! Jövök, pucsikukó! A trón úgy csábít! Nagyon hív! Hűtje! Kapta? Már repülni is tudnak? Már repülni is tudnak. Tö-tö-tö! Tö-tö-tö! Mi? Nyomod! Tö-tö-tö! Nem kapsz el! Na ez már fotversenyzés! Nyugi! Ám! Kapta! Futni! Futi! Futi! De arra nem szánunk időt, hogy amúgy megöltük azt a szerencsétlen teve robotot?
Jó, nincs idő gyászolni. Jövök, Bucsi Kukó! Lefulladt a ló. Itt vagyunk már a robotok városában. Az új Zion. Hűtsek! Jó, hát... Nem tudja? Hát full hülye, nézd meg. Fogalma sincs, nem tudja. Nyomod, Lana, nyomod! Jó, itt be kell aktiválnia. Vagy nem biztos, hogy be kell aktiválnia úgy. Ott egy doboz. Várjál. Úgy. Ne-ne-ne-ne-ne. Ne, hát azt a dobozt ki kéne onnan húzni, nem? Valahogy. De nem engedte húzni. Ja, de csak hülye vagyok. Valószínűleg rá kell rakjam. De hát nem tudom. Ja, de... Aha, várjál. Nem vagyok hülye, okos vagyok. Tökre okos. Várjál. Annyira nem vagyok okos. Működni fog? Tökre nem. Ja, de vissza tudok menni. Jó, semmi. Ja, de ahhoz meg kell a doboz. Eredetileg hogy jöttem föl oda? Ja, az volt a tervem, hogy rárakom a dobozt a darura, és úgy megyek át, de... Ez valószínűleg egy fasság volt. Mert itt kell a doboz, hogy vissza tudjak mászni. Na de mi értelme volt akkor a... De hogy fogom átvinni magamat? Én nem tud ekkor átugrani. Nem tudok átugrani. Na várjál. Lehet, hogy másfele kell menni? Nem, arra nincs semmi. De hát erről nem fogok tudni önmagába átugrani. Ekkor hát az életben nem ugrok. Nyugi, erre rájövök valahogy, biztos rájövök. Ja, de... Ja. Nem tudom felmérni, hogy mekkorát tud ugrani a karakter. Öppá! Nyomod. Jó nagy üzemi raktárat nyomatnak itt amúgy az UFO-k.
Beléd is, bip. Hát ezt lehet, hogy beszoktam egy kicsit, igen. Míg a másik oldalra megy a kis kutász. Jézusom! Ott az űrkapszula. Aha. Megyek, várjál, megyek az űrbe. Ott már jövök is. Back to the future. Fölmegyünk a... igen. Anyahajóra. Jövök, mucsi kukó. Jövök. Magasra megyünk, a diszkós halál csillagra. A 11-ig volt napközi egyébként, hogy mi történt az utolsó 15 percben a csendben? Eddig nem volt semmi, az. Na! Anyahajó time! Hol van Mucsi kukó? Hát én azt hittem ott van lenne, tévedtem. Ott visszaszpónolnak még egyszer. Az Lana. Kicsit le volt maradva a kamera, nem láttam hova kell ugrani. Na, nyilván itt is vannak droidikák. Forduljál meg! Jó, ide kell húzzam a dobozt. De fog már meg normálisan, te speciális jellegű! Nem tűnt föl neki, hogy elmozdult a doboz, te hülye te! Ezé vagy te gép! Lána. Pók, ott a pókja, ott minden élőlényből visznek el az ufókodat. Okay.
Így készül az űrszalámi. Bocsi, kukó! Nem! Nyomod! Azt nem szabad ledarálni. Moi! Éma ki! Éme! Jó, Mucsikukót külön szeparálták a társaitól, mert speciális. Nincs benne elég protein, úgyhogy őt nem darálják le az űrlények. Jövök, kicsi! Ajaj. Most ő észre fog engem menni? Ó, persze, hogy föntről is jöjjön a kutászdroid, persze. Lehet, hogy butaság... Nem, hogy szerintem ezt így kell. Ho the fuck? Nem oda, te nagyon hülye! Most elrontottam. Baszd meg. Jó, hát... Jó. Szép volt, fiam. Szép volt, Nessali barát. Nem is biztos, hogy át tudok ott ugrani. Őte! Jó, úgy kell amúgy, csak gyorsabban. Persze, ha eszem lenne, akkor... várnék. De nincs eszem! Nyomod, Lana! Nyomod! Őte! Befértem. Láttok? Ez a baj a side-scroller játékokkal. Mindig gondolnom kell a facecamra, hogy mit láttok, meg mit nem. Most ezt pont nem látjátok, de főmásztam mindjárt. Mozog a kamera. Ez az. Ott van kicsi! Ott elkülönítőbe rakják. Ez se néz ki jobbnak. Nyugi, megmentelek, mucsikám. Itt észre fog venni a droidika? Kiszabadítalak, kicsi nyugi. Bam, 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 bam. Már egy mindjárt megtorpedózom ezt a droidikát. Gyere ide, te szar! És most már tudom irányítani, vagy? Nem, csak ezt dobjam be a izébe. Azt mondja piros. Ja, de aha. Azt oda el kell zárjam, jó? Gyere vissza! De hogy tolja ki? Hű, te móni! Hát nem gondoltam át annyira ezt a tervet. Először le kell onnan szedni azt... Ja nem, várjál. Aha! Dehogy nem, mindent tudok, csak nyugodjatok meg. Ez az, csicskám vagy. Na, mit csináljak velem? Épp.
kéne kitolni. Ja, aha. Mucsikokot rárakjuk erre. Vagy magamat rá tudom? Ja nem, magamat nem tudom rátenni, mert én irányítom. De be tudok repülni mucsikukóhoz? Vagy ez itt le van zárva? Nem, nem enged be mucsikukóhoz. Gyere már, te fos! Na várja, a dobozt fel tudom emelni az évvel. Ott azt meg kell nyomnom valahogy. Mi az a sárga? Ja, onnan jön ki a padló. De mucsikukóhoz nem enged berepülni. Az fix. Magamat föl tudom rakni arra a platformra, de miért? Na, majd mindjárt rájövök, mit akarok én itt a világtól. Vagy lehet, hogy magamat kéne beraknom oda? Ilyenkor magához tér. Várja magamat, hogy rakom be oda. Nem, mert ezzel csak itt tud működni. Magamat nem tudom fölvinni. Nem, mert ezt nem tudom átvinni arra az oldalra. Elhozom. Dobozba bele tudom rakni a... Ezt nem tudom belerakni. Csak nem tudom, most már főborítottuk. Ez most az alja. Ennek itt van a teteje? Menj már, irányítás! Nem. Jó, és hogyha magamat belerakom a dobozba, csak akkor ezt... El kéne tüntessem a droidot. Nem, az a bajom, hogy a droid magához fog térni. Mert ezt a dobozt el kéne vigyem a túloldalra. A kérdés, hogy én bele tudok-e mászni. Mert ezt be tudom dobni oda föntre. Nem lögdösöd a droidot, nem tér magához. Ó, köszönöm. Mert ugye ezt befogadja. Csak ugye mondjuk bele kéne raknom magamat. Vagy ezt automatikusan belerakja? Csak most nem tudom, elrontottam-e azzal, hogy fölborult. De miért rakjam bele az üres... Várj, azért rakom bele az üres dobozt, hogy mucsikokó kimásszon? De hogy fog kimászni? Na mindegy, megnéztem. Hát azért akartam magamat belerakni a dobozba! Ja nem, ja mert hogy jön a következő doboz, és akkor kidobja mucsikukót. Ah, értem. Értem már. Igen, már elfelejtettem a szekvenciát az elejéről. Gyere, kicsi! Ez az. Mui! Mui!
Ui! Alaiki! Mucsi! Aj, de örül! Szia! Azt mondta, szia! Olaj! Mert lépjünk olajra innen, én is ezt mondom, hogy olaj. Úgy mondom, hogy omlósz. Na, azt hogy megyünk innen ki, kis mucsim? Ha csak nem lett immunis az elektronyosságra. Nem lett az. Oké. Akkor... Ja, várjál, most rá tudsz ugrani a Johnnyra. Aha. Ez az, mucsi. Podrészing nyomod. Nyugi, mindvégig uraltam a helyzetet. Az ráz, vigyázzál. Jézusom, ez ilyen Flappy Bird amúgy furra. Bassz meg, de atfú, aki ezt kitalálta, annak azért belenyalnék a füle tövébe. Ó, bassz meg, előre. Nem, másszál rá. Ez amúgy nagyon nehéz. Lehet kontrollerrel könnyebb, nem tudom, de billentyűzeten szörnyezen. Igen, amúgy egy mucsikukó plüsssel nagyot lehetne szakítani. Pláne, hogyha megnyomnád, és ilyen cuki hangokat ad neki. Várja, azt a gombot nem kell túl... De igen. Baszod! Bocsánat! Nyugi. Elsőre. Olaj. Azaz kicsi. Igen, azt láttam amúgy, hogy valószínűleg föl kell mászni, és neki futásból kell ugrani. Vagy egyáltalán nem kell ugrani. Gyere, kicsi, nyugít! Megoldjuk. Ez nem tűnik jó ötletnek. Csőfi. Mert Gregory, köszi a 17 hónapot. Köszi. Ez az, lejött a szellőzőn. Na most itt mindjárt behatolunk az AI agyába. Wow. Halló? Jó, ez a játékból jön. Ott még Pancsi is van. Ott nevelgetik a robotok. Nagyon menő volt az ebölcsi. Halló! Egy nagy fehér szoba. Rengeteg tévével. Hm.
Kiárat a konyhából. Út a szobába. Lyuk a falon. Panalakat a medzáról lopom. Haló? Ila? Jó napot kívánok! Hát ez egy luxus hotel, te! A mondtam én, csak el akarnak vinni minket egy másik bolygóra. Ila! Valaki nem tudja, hol lakik a haverom Ila? Ila! Minden fehér fémből van. A szar lehet takarítani. Igen, és ott a zöld cucc, ami a ledarált állatokból jön. Azt eszik, nézzétek, ott vannak a kapszula falain. A zöld genyót eszik az emberek. Valahonnan válaszolt az Ila, itt lakik a földszín 4A-ba. Nano! Szóval az egész kaland fölösleges volt, mert ha elvittek volna az UFO-k, akkor itt lettünk volna. Mondjuk akkor Mucsikukót nem ismerjük. Meg ott van Ila! Ila? Ja, de be vagyunk zárva. Ila! Tie! Ila! Hello! Lézerszem, Mucsikukó! Puti! Mucsikukó, ne meneküljünk! Aktiváld a lézerszemet! Na. Iiii, gyere! Nyugi! Nem állsz meg, nyomót, nem állsz meg! Ülj, inkább lefelé! Iiii, másik irány! Kurva, jó, honnan kellett volna tudnom, ez szemétség volt. Ila, Ela, Elo! Jaj, nem itt még nem arra! Ó, csáva. Nyugi, első try, kivágjuk. Itt leesünk, igen. Másik irány. Nyugi, nem rontom el többet, nyugi! Gáz! Ott a szem... hát a szemétledobóba megyünk, ide! Kikeveredtünk a blaha szituációból. Gyere, Mucsikukó! Mi a tervünk? Hát innen nem jutunk ki. Elég creepy. Igen, egyre bizarabb. De hát ezek a robotok jót akarnak, csak áttelepítenek minket a paradicsomba. Vagy élősködnek a testünkön. De hogy ugye látszik, hogy azért darálják le a veszélyes állatokat, hogy abból táplálják az embereket. Ott az AI! Hát na mindjárt lekapcsolom, gyere! Gyere, Mucsikukó, lekapcsoljuk az AI-t és visszalökjük magunkat a kőkorszakba. Te vagy az, Neon? Ott oda ugorjál föl, Mucsi. Ott berágta magát a kábelokba, oda néz. Nyugi! Riadóztattak! Aha. Jó, szóval Mucsikukó idejön, és megpróbál nem felrobbantani. Zárd be!
Jó van, Mucsi Kukó, nyomod! Csalok! Szerintem átérek! Miért kell speedrunolni? Jó, azt hittem átérek egy gombból. Jó, nem, megvárjuk. Ki van ez számolva? Ott van a gombos. Lehet kicsit lassú voltam, igen. Nyom meg! Olaj! Lézersugár, Mucsi Kukó! Nyomod! Hát Super Saiyan lesz! Bam! Genki Dama! Mucsi Kukó! Lézerszemtámadás! És megtanultam! És tényleg lézerszeme lett! Mondtam! Mondtam! Na né! Most csak Super Saiyanné változik. Né, csináld ezt velem. Hát kinyírtuk az emberiség utolsó reményét. És hogy jövünk le az égből? Die! Nem lesz baja. Die! Mui! Csak elfárad. Mui! Csak elfárad. Ott a karperecedbe, ott az energia, azt töltsük bele, nem.
Na, mondom, ott a karperet. Várja, bucsi kukó villog. Csokába, Copacabana, azt mondja az öreg Obi-Wan. Ő is robot. Most akkor robot? Akkor összedőlt a szerver? Jaj. Menomui. Olaj. Olaj, húzzunk innen inkább. Olaj, hagyjuk az egész olaj. Reszetelni kellett a routert. Akkor tulajdonképpen a mucsikukó kis robotok is azért nem darálták le, mert hát nincsen belőle soft. De most akkor reszeteltük a rendszert, és akkor jók lesznek a robotok megint? Lehet, hogy vírus trójait kaptak a robotok, és csak azért vittek el minket. Amúgy ott van, ott, aha, ott nyomják. De hát ennyi volt az egész... Mucsi kukó. Pet, nem látszik a fejemtől, de pet. Petelgetés. Hát az egész játéknak annyi a sztoria, hogy nem próbáltuk meg kihúzni és bedugni. Mármint, hogy ezt kivételesen nem szexuális értelemben értettem. Hát csak megfelelő zenét kellett játszani a robotoknak. Ott az öreg, gonosz Marika néni, a szőrös hónajú hentes asszony, ő is visszatért. Hát csak zeneterápiára kellett küldeni a robotokat. Bár arra nem jöttem rá, hogy amit láttunk történetet, szóval, hogy eredetileg is jók voltak a robotok? Mert hát ugye ott láttuk, hogy szállítani akarták az embereket. De hogy egyébként meg csak begyűjtötték őket. Gyere, Mucsi kukó, megyünk Ilóhoz. Ahogy a játék elején. És mi van, igen? Mi van, ha újra elkattannak a droidok? De hát gondolom, elszabadult az AI, az emberiség kipusztult, vagy elvitték őket, aztán most itt a kőkorszakból visszaállítottuk őket. Gyere, Mucsi kukó, megyünk Ilóval hanyigálni. Hát csak update-elni kellett a BIOS-t.
És minden megoldódott. Nem volt egy informatikus? Hát komolyan nekem kellett Mucsikukóval meglézerszemezni? Amúgy nem azért mondom, de mekkora mondás volt, hogy a játék elején megmondtam a lézerszemet. Amúgy beszarás. Hogy tényleg a szeméből lőtt a végén. Nem is emlékszem, hogy az hogy jött az elején. Na, azért ne simogasd a Mucsikukómat. És most lelök minket a... Nice. Nagyon szép volt egyébként, gyönyörű volt ez a játék. Gameplay-ében úgy érzem lehetett volna rövidebb egy kicsit, de amúgy meg zseniális volt, megérte végig játszunk. Nagyon szép volt. Magyarok? Ott vannak a magyarok! Ott vagyunk! Ott vagyunk! Hát srácok, ez volt a Planet of Lana. Ah, nagyon jó volt. Ah, na, mondom, tényleg gyönyörű volt az egész játék. Nagyon-nagyon szeretem az ilyeneket, ritkán játszunk ilyenekkel, de nagyon. Ez a zene meg, ez most rá kell keresni, Spotify playlistre rá kell rakni, rohadt jó volt ez a szám itt a végén. Mondom, alapvetően egy órát, 45 percet kivágnék a játékból, akkor 10 per 10 lenne nekem. Tudjátok, az első streamben mondtam, hogy volt egy kis rész, amikor már kicsit repetitív volt a dolog, mert amúgy volt benne változatosság, tehát voltak mindig új mechanikák, mindig jöttek új bosszok idézőjelben, csak kicsit feszesebbre vettem volna, hogy
ne legyen 4-5 óra, hanem legyen 2-3. Az ilyen játékoknál nem kell, hogy hosszú legyen feltétlenül. Akkor azt mondom, hogy hibátlan. Így egy kicsit így döcögött, hogy na legyen már valami új, egy-két pontján, de ezen kívül egyébként meg zseniális volt, és nagyon cuki volt, nagyon szép volt, nagyon hangulatos volt, úgyhogy le a kalappal a készítők előtt. Tényleg, tényleg gyönyörséges volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy, hogy végigjátszottuk. Srácok! Mielőtt elbúcsúzok, köszönöm szépen. Dávid vagyok, Dedáj, Túros Batyú, Bazsi és Cirek a támogatásokat, mindenkinek a figyelmet. Megyek, intézem a dolgaimat, aztán irány a Hősök tere, aztán irány a Puskás stadion, az apa megy meccset nézni. Nyilván nem annak köszönhetem a kijutásomat, hogy időbe jegyet vettem, hanem szponzornak, úgyhogy tessék majd lájkolni a hashtag hirdetéses instasztorikat, képeket, meg minden egyebet, de nem lövöm le a szponzit egyelőre, úgyhogy ja, posztolgatok majd, nyilván Forza Róma, Forza Mourinho, bár a Sevilla olyan tapasztalattal rendelkezik, hogy nehéz lesz, de egy jó 0-0 11-esekkel, vagy hosszabbításban lőtt góllal Róma győzelem. Valamiért az érzésem, hogy nem egy sok gólos meccs lesz, de hát nem ezért megyünk nyilván, hanem a hangulatért. Srácok, köszi a figyelmeteket, holnap találkozunk, délelőtt és délután is lesz stream holnap, úgyhogy nyomjuk egész nap. Itt a Twitch-en holnap délelőtt szimszezünk, délután pedig a YouTube-on vonatozunk egy kicsikét. Jó, úgyhogy ez a program, várlak benneteket sok szeretettel, ezt a vodot igyekszem föltölteni, hogy legyen mit nézzetek délután vagy este felé, és egyébként meg elmondtam mindent. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a csodálatos kis kalandban. Mindenkinek kellemes délutánt, találkozunk holnap, srácok. Köszi, hogy itt voltatok. Szevasztok! Pappá!